A műsor támogatja és a műsorvezetőt öltözteti a Fashion Days, a régió egyik legnagyobb divat webáruháza. Úristen! Torka, egyben ezzel kezdjük! Egyben! Mi az, amit a legnagyobbra értékelsz egy barátodban? Az, hogyha bízhatok egy barátban, az nagyon jó lenne, és mindig az a baj, hogy túlságosan bízok egy barátban, és aztán kiderül, hogy nem is kellett volna annyira bízni. Nagyon érdekes, mert amikor megláttam az új heget, most van így egy heg, meg így egy heg a hasamon, akkor elkezdtem sírni. Pedig azt gondoltam, hogy ez engem már nem fog megérinteni. Lehet, hogy hülye hangzik az én számom, de minden túl lehet élni. Úgyhogy közben meghaltam szerintem vagy háromszor tavaly. Évi, úgy tudom, együtt élsz egy férfival. Úristen! Torka, egyben ezzel kezdjük! Egyben! Hát ezt nem hiszem, azt hittem, hogy diéta vagy ilyesmi. Nem, úgyhogy kíváncsi vagyok, te mit mondasz arra, hogy veled mi lehet a legnehezebb az együttélésben? Jézus Úristen, ezt tényleg nagyon megkérdeztem Dorkától, hogy milyen nehéz kérdések lesznek, és ez a legnehezebb kérdést tette fel. Hát... mi a legnehezebb? Elég ingadozó a hangulatom, és ezt tudni kell ezzel hullámozni, de a férfinak, akivel együtt élnek, neki sikerül. Nyilván volt nehéz időszak is, mondjuk egy 2 hónap, amikor itt volt nagyon lent. Az volt a legnagyobb megpróbáltatás. Hogy folyamatosan lent voltál? Hát amikor kórházban voltam és ápolnia kellett, az egy elég extrém élethelyzet, egy friss kapcsolatban pláne, és az nagyon nehéz volt, neki is nagyon nehéz volt. De meg tudtuk ezt ugrani, féltem tőle, hogy nem fogjuk tudni megugrani, de sikerült. De azt mondjuk el, hogy amikor neked fönt van, ez nyilván ez a depresszív állapotot jelenti. Igen. De amikor fönt van, az azt is jelenti, nem csak a jó kedvet, hanem hogy dühös vagy, mondjuk a dühöd is ott fönt szokott lenni. Azt nagyon nem bírja. Azt nem? Azt nagyon. Ezt megértem. Azt nagyon nem bírja. De egyébként üzenem neki, hozzá lehet szokni. Mi már itt a VMM-ben, mi már csak legyintünk, hogy az Évivel kijön. Nagyon sokat szelidültem mellette. Nagyon sokat. Tényleg. Nagyon jól érzi azt, hogy hogyan kell engem lenyugtatni. Uh-huh. Úgyhogy ő sem feltétlenül egy nyugodt ember, tehát nem mindig nyugodt ember, de nagyon jól érez engem, meg hát ismerjük egymást 12 éve, és nyilván az együttélésben ismertük meg igazán egymást, de azért ezt úgy ő érzi. Uh-huh. Szerintem szelidültem, aztán lehet, hogy nem. Hát ezt én még nem tudom megítélni, mert pont tegnap láttam egy újabb ilyen amplitúdót. Ó, semmi de sem mond, volt. De tényleg, az inkább mulatságos volt. Igen. A nap, amit újra élnél, mi volna az? Úristen, ez is nehéz kérdés. Egy nap az életedből. Hát a gyerekkoromban választanék egy napot, amikor még élt nagyapám, és mondjuk az elég erős emlék, hogy jártunk itt Tokajba a szőlőbe, neki volt ott egy szőlője, még egy kis pincéje, és az nagyon megvan bennem, hogy megmutatta, hogy hogy kell oltani, és azt újraélném megint. Egyszer leírtad egy ilyen vasárnapi főzés menetét is, csak egyszerűen tényleg a munkafolyamatokat is, az is olyan idilli volt. Azt is újraélném, bármikor. A vasárnap az tényleg nagyon fontos. Az egy olyan tradíciót teremtett bennem, és sokáig utáltam a vasárnapokat, amikor nem volt, vagy elszakadtam jobban a családomtól, meg nekem sem volt párom, de most megint visszajött a vasárnap, és most megint együtt főzés van, meg húsleves, visszahoztuk a tradíciót. Igen, neki is ugyanezek fontosak a vasárnapban, mint nekem, és szól a nóta, a vasárnapi nóta. Nem ugye, mondod? De. És ez teljesen ilyen véletlenül, tehát ő nem tudta azt, hogy nekem ez mennyire fontos, és ezeket így most újraéljük. Úgyhogy ezt most tulajdonképpen újraélem. Egy mondat, amivel a legjobban megbántottak életed során. Mert tudjuk, hogy nagyon sok mondattal megbántottak már. Egyet mondjak. Egyet válaszunk ki a kalapból. Hát azzal tudnak a legjobban megbántani, azzal a mondatban, amikor azt mondják, hogy tehetségtelen vagyok. Azzal nagyon meg tudom ez az bántani. A hillasz sarkad? Igen. Ha leülhetnél beszélgetni bárkivel, élő vagy holttal, ki lenne az? Anya.
anya lenne. Mert vele még sok mindent meg kellett volna beszélni, és elég hirtelen ment el, pont egy éve, most egy hét múlva lesz egy éve, hogy meghalt anyu, és március végén, és rögtön jöttek a kérdések, hogy mi mindent nem tudtatok megbeszélni? Igen. Igen, rögtön. Tehát, hogy az egész, amikor bement a kórházba, akkor én tudtam, hogy, vagy éreztem, nyilván nem tudtam, éreztem, hogy nem fog kijönni, hogy ennek nagyon rossz vége lesz. És nagyon gyorsan történt, 2 hét alatt halt meg. És olyan hihetetlen volt az egész igazából, még a mai napig azt gondolom, hogy egyszer csak így bejön, és akkor azt mondja, hogy ez csak egy poén volt. Mert hogy ez az ő jellemébe így beleillene, hogy csak hülyéskedett velünk, és akkor szívózott egy kicsit, és eltűnt egy évre, mert neki most erre volt szüksége, és akkor visszajön, és akkor ha röhög egyet. Tehát még sokszor képzelem ezt, hogy hát, ha így van, úgy, hogy láttam a fekete zsákot, a hamvait, hogy rá volt írva a neve, meg eltemettük, és ott voltam a temetésén, és utána néztem ilyen híreket, hogy lehet, hogy összekeverték, hogy vannak ilyen sztorik, hogy összekeverik, és akkor nem is az halt meg, akit eltemettek, de nyilván ez nem fog megtörténni, de vele leülnék, igen, az nagyon jó lenne. Mi az, amit a legnagyobbra értékelsz egy barátodban? Az őszintességet, és azt, hogy megbízhatok benne. Lehet bizalmam felé. Ez a legritkább. Azt hittem, azt fogod mondani, hogy a lojalitást. Igen, az eszembe se jutott. Mert hát én végigkövettem néhány baráti konfliktusodat, és úgy éreztem, hogy a lojalitás körül szoktak ezek kirobbanni. De nyilván az őszintességben meg a bizalomban igen, talán ez is benne ez van. Ez is benne van, igen. Az, hogyha bízhatok egy barátban, az nagyon jó lenne, és mindig az a baj, hogy túlságosan bízok egy barátban, és aztán kiderül, hogy nem is kellett volna annyira bízni. Mindig azt gondolom, hogy úristen, ez egy életre szóló dolog, és ez egy szuper dolog, és az életem végéig fog tartani, és bármilyen titkomat rábízhatok, és általában rá is bízok mindenkire minden titkomat, akik így hozzám közel kerülnek, és hát néhány szóval nagyon megégettem magam, nem kellett volna így hozzáállni nagyon sok mindenkihez, úgyhogy most barát stop van. De most maradtak barátaid? Persze, hogy ne. Hogy ne. Azok a barátok maradtak meg, akik 10x éve velem vannak. És nyilván bennük bízhatok. Mi akartál lenni gyerekkorodban? Fú, hát ez is egy jó kérdés. Ez nem így jön neked? Nem tudom, mert annyira hamar eldöntöttem, hogy mi leszek. Mi? És végül nem az lettem, de hogy nekem a rajz volt, aha, meg a festés volt, tehát a kézügyesség volt az, ami már óvodáskorban is megmutatkozott, és akkor én gyakorlatilag művészpályára készültem, művésznél akartam lenni. És az lettél? És az lettem. Egy másfajta művésznél. Igen, van egy interjú 2 éves koromból, apukám készítette velem. Egy kettő? Ilyen, kettő. És már beszéltél? Folyékonyan? Igen, hát nem folyékonyan, de valamennyire tudtam beszélni. Apu készítette, és akkor ő úgy interjú volt meg, hogy és művésznő, kérem, mondja, hogy mikor lesz a következő fellépése, és akkor én magyaráztam ott, hogy akkor én nekem ekkor lesz. Úgyhogy művésznőnek készültem, ez siker. Igen. Milyen címet adnál a jelenlegi fejezetnek az életedben? Te nagyon jó címadó vagy, úgyhogy kíváncsi. Nyugalom. Ennyi, ezt megírták már, ez ne haragudj, ez a Bartis Attila. Igen, lelőtte. Akkor vége. Az is, igen. Nem a vége, egyáltalán nem a vége. Találjak ki egy jobbat? Uh-huh. Egy olyat, amilyet a cikkeidnek szoktál, az jó, annyira fontos. Jó, pedig milyen szépen élnek. Ez egy jelen idejű, jó? Oké. Legyen ez. Mi a legkedvesebb elfoglaltságod? Tehát, hogy mi a hobbid? Van hobbid, Évi? Hát van hobbim, a főzés. Nagyon szeretek főzni. Szeretek takarítani. Most is takarítottam, mielőtt jöttem. Igen? Ide. Igen. Megnyugtat. Nagyon, meg főztem is. Legkedvesebb elfoglaltság. Jó, legyen a főzés, mert akkor a következő kérdés az, hogy hogyan néz ki a kedvenc étkezésed, különös tekintettel arra, hogy most ugye megváltozik az étkezésed, hogy most milyen az ideális étkezés számodra? Az ideális étkezés az, amikor együtt főzhetünk a párommal, elkészítünk valamit közösen, mindenkinek ki van osztva a feladat, utána leülünk, szépen megterítünk, leülünk együtt, de most ételt is kell mondanom? Hát, ha akarsz, igen, egyébként szerintem igen. Ugye most nem ehetsz akármit, most csomó mindent nem ehetsz. Vannak már új kedvenceid? Van, most például grillezett rákfarkakat sütöttem,
rizstésztával és zöldségekkel. Ez nekem is a kedvenc étkezésem. És magyar ószószt készítettem hozzá. Miért nem hívtál meg? Hozhattam volna, maradt. Tényleg? Igen, nagyon finom lett. Na és Évi, van egy kérdés, amit már feltettem neked egyszer egy élőzésben, de most újra kell kérdeznem, mert ez is megváltozott. Hogy érzed magad mesztelenül? Hű, így még egy 5 kilóval, meg még egy 5 kilóval kevesebben. Ahhoz képest? Hát szerintem igen, nem? Aha, vagy nem tudom mennyivel. Nagyjából 5-6 kiló, igen, ahhoz képest. Nagyon érdekes, mert amikor megláttam az új heget, most van így egy heg, meg így egy heg a hasamon, akkor elkezdtem sírni. Pedig azt gondoltam, hogy ez engem már nem fog megérinteni. Hiszen már van egy heg a hasamon, amit háromszor vágtak fel, és háromszor kellett újra elkezdeni kezelni, és annyira elkezdtem sírni, és jött be a főorvos, aki operált, hogy hát ez a heg gyönyörű, és én ott sírtam, hogy úristen, ez engem megérint nagyon, hogy van ott még egy heg, és most, ha belenézek a tükörbe, akkor most elégedett vagyok. Tehát, hogy most ezzel a testsúlyjal, ezzel a külalakkal azt mondom, hogy ez így most nekem jó, én most nem szeretnék több lenni, kevesebb lenni, ez így most nagyon szuper. Az, hogy a hegek ott vannak a hasamon, azt még nem tudom eldönteni, hogy azzal kapcsolatban mit érzek. Na jó, akkor a következő kérdés, mikor sírtál utoljára? Te ugye könnyen sírsz. Én szoktam könnyen sírni. Hú, mikor sírtam utoljára? Most szerintem már nem emlékszem a legutolsó sírásomra. Lehet, hogy valami filmen sírtam. Filmen nagyon gyakran szoktam. De az nem számít, ebben a műsorban nem számít, ezt alibinek vesszük. Jó, akkor hétfőn sírtam, most eszembe jutott, hétfőn sírtam, amikor volt egy komoly beszélgetésem a párommal, amit most egyáltalán nem fog részletezni. Szóval ez valamit nem is válaszoltam volna. Hétfőn sírtam utoljára 3 nappal ezelőtt. Elég komolyan beszélgettünk így arról, hogy mi hogy vagyunk együtt. Happy end a vége. Abszolút, de hogy ezek ilyen nehéz beszélgetések. Uh-huh. Nem volt még ennyire felnőtt kapcsolatom. Aha. De jó volt. Van ez a Jay Shetty nevű megmondó guru, nem tudom, ismered-e. Igen. És az volt egy ilyen idézet tőle a Facebookon, hogy az érett kapcsolatnak az ismérve az, hogy vannak benne kellemetlen beszélgetések. Tehát, hogy nincs olyan érett kapcsolat, amiben nincsenek kellemetlen beszélgetések. Nagyon vicces, hogy ezt a pasit idézted most, mert a párom épp az ő könyvét olvassa. Uh-huh. És tőlem kapta a könyvet. Aha. Na, hát ez nagyon szép. Na, de jó, hogy ezt megadtam neki. Igen. Mi az, amit a legnehezebben ismersz be magaddal kapcsolatban? Tű. Nehezen ismerem. Na most szeret kell, amit tényleg nehéz beismerni. Úristen. Hát én nagyon, nagyon szeretem magam elemezni. Nagyon nehezen ismerem. Nagyon, tudjátok, hogy milyen nehéz? Szembesülni magammal olyankor, amikor nagyon anyámra hasonlítok. Tehát, hogy nyilván tudom, hogy milyen a temperamentumom. Anyám volt hasonló, aki így reagált a környezetre, és azzal nagyon nehezen szembesülök, hogy ezekben a ilyen felfokozott állapotokban magamra ismer, vagy anyámra ráismerni önmagamban, az nagyon nehéz. De pont azt írtad a halála után, hogy ezt is segített megtanulni, szeretni. Hát az a tény, hogy te maradtál belőle. Régen ez szörnyű volt. Régen, mondjuk, hogyha mi együtt voltunk kozalmasabb ideig, és elkezdtünk robbanni mind a ketten, akkor az a kettő így kiütötte egymást, és nem is tudtunk egymás társaságában lenni sokáig. És ez a halálával szelidült, mert hogy milyen jó, hogy anyám itt van valahogy, de ott inkább azt értettem, hogy az ő vonásai, én hasonlítok a legjobban a 3 tesó közül anyura, és hogy a vonásai azok megmaradtak az én külalakomban, uh-huh. És ezt jól látni. És a belső vonásai is. És a belső vonások is, igen. Ja. Mi a legnagyobb lecke, amit ebben az évben megtanultál? De hogyha ez még kevés, mert ugye csak 2 hónap, vagy 2,5 hónap telt el az évből, akkor legyen a tavalyi év. Mondhatsz, igen, egy 2021-es tanulságot is. Úristen, annyira nehéz volt a tavalyi év, és ez a 2022 se indult annyira könnyen. Nem tudom, azt biztos, hogy megtanultam tavaly. Elveszítettem anyut, elveszítettem néhány barátot. Az biztos, hogy egy nagyon nagy lecke volt, hogy
lehet, hogy hülyén hangzik az én számom, de hogy minden túl lehet élni. Úgyhogy közben meghaltam szerintem, vagy háromszor tavaly. Minden túl lehet élni, ezt is, az, hogy most háború van, az már ennyi. Meg se érint. Évi, miután ennyi komoly nagy kérdést megtárgyaltunk, most már jönnek a könnyedebb villámkérdések, jó? Csak egy szavas választ lehet adni? Nem, dehogy is, nem. Ja, jó, nem. Azt hittem, hogy az és elutasíthatod az egész felvetést, hogyha úgy érzed. Mármint, hogy mondhatom azt, hogy nem válaszolok? Nem, vagy az, hogy ez hülyesség, vagy ilyesmi. Ja, hogy egyiket se, vagy bármelyiket. Szóval csíkos vagy pöttyös? Pöttyös. De nem. Nem már. Nem szoktál pöttyöset hordani, én nem láttalak pöttyösbe. Dorka, a kedvenc harisnyám, ez egy pöttyös harisnyád. Jó, maximum a harisnyád. Nyilván nem szoktam pöttyöset, de csíkosba se vagyok. Igen, ez igaz. Hogy meglepődtél? 60s vagy 80s? 60s. De ez például egy 80s izé szett, ami rajtad van. Ez mondjuk egy 80s, de 60s. 60s, jó. Igen. Belváros vagy kertváros? Belváros. Nem, nem is kérdés. Egyedül vagy csapatban? Egyedül. Jaj, de szeretem a VM-ent. Igen, de itt azért tudsz csapatjátékos is lenni. Persze, tudok, de jobb egyedül. Regény vagy novella? Regény. Skandináv vagy mediterrán? Mediterrán. Hiszti vagy elfolytás? Hát nem tudom, miért kérdezek ilyet. Ennél egyértelműbb kérdés. Álva vagy fekve? Álva. Igen? Nem, egyébként fekve. Fekve írok. Hát fekve dolgozom, aha, persze. Aha. Befekszem vagy a kanapéra, szép kényelmesen vagy az ágyba, és fekve. Fekve dolgozom. Igen, de ez úgy van megfogalmazva ez a kérdés, hogy rád van bízva, hogy mit képzelsz mögé, hogy milyen tevékenységben képzeled el ezt az álva vagy hát fekve. Hát én most a pozíciót... Nagyon vicces volt, mondtam a főorvosnak, amikor operált, hogy tök jó, januárra meg lesz a műtét, mert sokat kell dolgoznom, úgyhogy tudok majd feküdni, és akkor tudok majd dolgozni. És így nézett rám, hogy kinek van még ilyen melója, aki fekszik és dolgozik. Hát... Aha. Nekem. És bejött, mennyit írtál? Iszonyú termékeny voltál. Nagyon-nagyon sokat írtam, mindjárt leadom a kéziratot. Tényleg? Azt is megírtad közben? Még a regényt is, mert itt is ugye heti három naplód megjelent meg. Nekem ez, hogyha valami tragédia történik, az iszonyatos. A legnagyobb trigger. Így felvisz ebből a szempontból, de legalább valami jó van benne. Múlt vagy jövő? Jövő. Szőrös vagy csupasz? Csupasz tegnap voltam, végleges tartószőrtelejtésen. És csupasz. Jobban érzed magad csupasz? Hát persze. Ruhában vagy pucéron? Ruhában. Gyors vagy lassú? Gyors. Stand-up vagy sitcom? Sitcom. Bor vagy pezsgő? Hát most egyik se, de egyébként bor. Szókimondás vagy elhallgatás? Szókimondás! Vége! Vagy szóleírás! Szóval. Amit nem mondasz ki, azt meg leírod. Azt hittem, hogy benne lesz egy kutya vagy macska. Nem, hát ezt minek kérdeznék meg tőled? Mondjuk persze ezt a szókimondást is tényleg minek, meg a hisztit. Vége van. Ismerünk, igen. Ja, tök van. Rövid kérsz volt. Kérsz még kérdést? Nem, látja, ha mindenkinek ennyi volt, akkor nekem se legyen több. Köszönöm szépen. Én köszönöm, Évi. De jó volt. Sziasztok. Én ugyanúgy beszélek, ugyanolyan a szókészletem, ugyanolyan a gesztusrendszerem, ha megy az a kamera, ha nem. Aki jó riporter akar lenni, és ez egy identitás, mintsem, hogy hétről hétre, vagy alkalomról alkalomra jó interjúkat akarjon készíteni. Lehet, hogy bátrabb lehettem volna korábban. Szerintem a jó és önazonos élet, az szerintem a félelem nélküli élet. Nem minden helyzetben vagyok az izakóba, ezt is hozzáteszem. Ez a képé rólam, hogy ez borzasztó. Tehát, hogy egy ilyen merev csávó, aki a szemetet is ezért bevegy szile zakóba.